És a telefonnál itt van velünk dr. Tóth Judit Mária, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Nem tudom, hogy ön orvosként mit csinál, de tart-e attól, hogy egyszer csak megjelenik önnél valaki, és hát ilyen azsán provokatőrként szemben is tudom mondani, megpróbálja állatpénzzel megvesztegetni. Most ezt tárgyaló tisztnek nevezik a BM-nél, tehát nem azsán provokatőrnek, de hát értjük, hogy a lényege mi a dolognak. Biztos, hogy egy nagyon furcsa szituációt és hangulatot teremt most az egészségügyben. Gondolom arra utal a kérdésével, hogy úgymond próba, hát próbavásárlás egy kicsit csúnyán hangzik, de hogy egyfajta ilyen teszt szituációkat alakíthatnak ki. És ez az egészségügyi dolgozókban, orvosokban mindenkiben egyfajta egy ilyen erősít, egy bizalmatlanság és bizonytalanság érzetet. De alapvetően szögezzük le, tehát a hálapénz tiltásával, kivezetésével maximálisan egyetértünk a szakszervezet, ezt az álláspontot képviseli. Ugyanakkor, hogy mi a megfelelő módszer ennek a betartatása és ellenőrzésére, abban már vannak viták, ahogy az sem tisztázott, hogy ezek az úgynevezett megbízhatósági vizsgálatok, amik ugye kiderült, hogy ez már január 1-től törvényben van iktatva, hogy ilyet lehet végezni az egészségügyi dolgozóknál, tehát hogy ezek pontosan hogyan fognak zajlani, mit jelentenek, milyen eszközöket vetnek be, ezek még nem tisztázottak. Ebben ígéretet kaptunk, hogy tájékoztatnak minket, és ez egy személyes egyeztetés is lesz ezzel kapcsolatban, akkor tudunk majd állást foglalni, hogy ezek mennyire elfogadhatóak a kollégák számára. De alapvetően maga már a felvetés azért érthető módon egy komoly felháborodást váltott ki érintettekből. Szóval valóban van egy ilyen kettőség, hogy ön is mondja, hogy egyrészt abban van egy konszenzus, hogy a hálapénz nem jó, és bár emlékszem, hogy sokáig ki volt írva, hogy öntudatos dolgozó borravalót nem ad és nem fogad el, vagy öntudatos ember nem ad hálapénzt és nem fogad el, ettől még volt hálapénz, és jelentősen alakította az egészségügyi rendszerét, tehát puszta rábeszéléstől ez nem fog megszűnni, ez is nyilvánvaló. Tehát, hogy lehet akkor megoldani ezt a dolgot, ugyanakkor hát ez valóban, bárhogy is magyarázzák, hogy tárgyaló tiszt, meg izé, meg mit tudom, micsoda, meg hülyén hangzik, de meg csak azt mondjuk, hogy ne legyen hálapénz, attól még nem feltétlenül tűnik el. Egyértelmű, hogy ez egy komplex helyzet, csak úgy gondolom, hogy itt is nagyon fontos az, hogy partnerként kezeljék a benne részvevőket, mert azért az egészségügyi dolgozók túlnyomó többsége eddig sem részesült hálapénzben. Tehát ők azért valaha kifejezetten bántóan élik azt meg, hogy most akkor őket elkezdik megfigyelni, tesztelni, most akkor egyfajta gyanakvást vihet be a rendszerbe, hogy akkor ez a beteg, akivel beszélek, akkor most éppen lehallgatás alatt vagyok, nem vagyok közelnek. Ezeknek a körülményeit nagyon fontos, azért pontosan lefektetni, tisztázni, hogy akkor erről hogyan kap értesítést, meg szúrópróbaszerűen bárkit lehet ellenőrizni, vagy ezért kell egyfajta gyanú bejelentés, mind számtalan ilyen nyitott kérdés van még. És még azt le szeretném szögezni, hogy nagyon fontos emellett igazából két dolog. Egyrészt, amivel tehetünk azért, hogy tehet a rendszer azért, hogy ne legyen hálapénz, az, hogyha minél jobb ellátást biztosít mindenkinek, megszünteti úgymond azt a hiánygazdálkodást. Tehát nem is lesz szükség úgymond a hálapénzre akkor, hogyha van kellő szakember a rendszerben, nem nőnek véghetetlenségig a várólisták, illetve másik oldalról, hogyha van emellett egy tájékoztató kampány, egy felvilágosítás érzékenyítés. Nem ezekre mind szükség van. Önmagában az ellenőrzés az nem elegendő. Hát igen, de ezek a várólisták nyilván még egy csomó dologban megmaradnak. Most azon kívül, hogy voltak is, de hát még itt van ez a járvány, amitől egy csomó ilyen halasztható dolgot arrébb tettek, tehát most több hónapnyi vagy évnyi feladat zúdul rá az egészségügyre. Tehát nyilván most már napok óta lehet erről hallani, hogy nő meg egy csomó dologon a lista. Igen, az biztos, hogy ezzel kapcsolatban is egyébként és mondjam, még aggodalommal nézzük a jövő elé. Tehát nagyon sok halasztható
ellátás felhalmozódott. Nagyon sok beteg vár arra, hogy megkapja azt az ellátást, ami esetleg akár az elmúlt egy évben nem fért hozzá. Ez biztos, hogy még nagyon nagy terhelést fog róni a rendszerre, illetve ugye most szóban arról, hogy napokon belül újraindul az elektív ellátás. Itt azért biztos, hogy nagyon nagy kihívást fog jelenteni, illetve országosan nagyon nagy különbségek lehetnek, hogy hol tud újraindulni a rendszer, és hol vannak azok a területek, ahol még a Covid ellátást fent kell tartani, az oltópontokat el kell látni, mert nem több egészségügyi dolgozó lett a rendszerben, hanem inkább még kevesebb az elmúlt időszakban. Ráadásul ők végtelenül kimerültek. Ugye most hónapok óta van, aki már gyakorlatilag egy éve nem mehetett el rendes szabadságra. Sőt, a rengeteg túlmunkát végeztek, havi 243-300 órát is dolgoztak. Sokszor a rendes munka ellátása után, ugye hétvégén oltópontokra osztották be őket, ügyeletekre. Tehát végtelenül kimerült, kiégés határán lévő, vagy már a tát is lépő egészségügyi dolgozókkal túlpörgetni az elektív ellátás rendszerét nem lehet. Mindenképpen egy kis lélegzethez kell jutniuk az egészségügyi dolgozóknak. Egy beosztás szerint el kell engedni őket szabadságra, különben megnő továbbra is a hiba lehetőség, tehát nem lehet azért végtelenségig terhelni az embereket. Hát igen, és itt ugye fölhívta egy kollégája tegnap előtt arra a figyelmet, hogy ezek össze is adódnak, mert hány olyan helyzet van, hogy mondjuk egy különleges sebészeti eljárást ismerő operatőr mondjuk csinált egy nap 5 vagy 6 műtétet, mert hát annyiszor csengett neki a kassa, hát hogyha nem fizethette az ügyfél, hanem a fizetésért dolgozik, még ha az több is, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy akkor elég lesz nekem egy napra 3 is ebből a mutatványból, mert azért annyit lehet kényelmesebben, szakszerűbben elvégezni, na de ami jogos, csak ettől meg tovább nő a lista. Erre lehet megoldás az egyébként, hogyha egyfajta legális ösztönzőt beépítenek a rendszerbe, amikor is azért valahogy egyfajta teljesítményértékelés kapcsolnak az elvégzett munkához, és ahhoz megjelenik a jövedelemben is. Erre egyébként nem tudom, hogy van szándék, ez még tudom, hogy kidolgozatlan. De igen, ez is jelenthet problémát, illetve az, hogy sok szakember döntött úgy, hogy inkább a magánellátást választja. Ugye itt március 1-én azért sok, tudjuk, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mennyi és milyen területekről, de az biztos, hogy ilyen 4-5 ezer közé teszik az egészségügyi dolgozókat, és ebből olyan 800 ezer főre az orvosokat, akik nem írták alá a szerződést. Sokan közülük a magánellátásba távoztak. Nyilván ezek a szakemberek innentől kezdve nem fognak az állami ellátásban dolgozni, és ez különösen ott okozhat problémát, ahol például nagy szaktudású, ami speciális műtéti tudás birtokoltak ezek a szakemberek, ők nagyon fognak hiányozni a rendszerből. Voltak olyan hangok, hogyha azért itt a járvány nehezén túl vagyunk az egészségügyi rendszerbe, és lehet, hogy már ehhez közelítünk azért, megint sokan elhagyják majd az állami egészségügyet, magánegészségügybe mennek, külföldre mennek, mert hát itt olyan viszonyokat teremtettek, amelyeknél találnak maguknak jobbat is. Látja ennek a veszélyét, hogy ez csak ilyen húhogás volt? Mindenképpen látjuk ennek a veszélyét. Mi végeztünk egy kis felmérést is, mert ez még március elején, közepén készült, tehát most meg kellene ismételni, hogy most mit terveznek a kollégák, de már akkor is, tehát márciusban is, tehát egy 300 orvos közül mindössze 47% mondta az, hogy biztosan tehát úgy, hogy majd a hosszú távú tapasztalatai alapján eldöntik, tehát és 18% mondta azt, hogy biztosan az állami egészségügyben maradna. Sokan voltak, hogy majd meglátják, miket tapasztalnak, de van olyan is, aki már akkor tudta, hogy külföldre készül, és egy 8% mondta azt, hogy ő most átmenetileg aláírt ugyan a szerződést, de egyébként külföldre készül, ugyanennyien mondták, hogy a magánellátásba készülnek majd. Nyilván ez egy szűk minta, nem reprezentatív az egész orvostársadalomra. De azért elég ijesztő ez a szám így is. Meg azóta, még ugye ez márciusban készült, azóta élték át az orvosok ezt nagyon súlyos harmadik hullámát a járványnak. Biztos, hogy nagyon sokan lesznek olyanok, akik
akár a pályát is elhagyják, vagy valóban, ahogy itt jelezték is, magánellátásba külföldre távoznak, vagy esetleg olyan szakterületet keresnek, hogy lehet, hogy az intenzív ellátásból valamilyen kevésbé megterhelő területre mennek. Akkor legyünk üzemorvosok, mert ott azért olyan nagy váratlan kihívás ritkán éri az embert, kiszámítható a munkaidő. Igen, és még a terheléssel kapcsolatban ugye ezért nagyon fontos arról is beszélnünk, nem lehet elég sokat beszélni, hogy ugye a koronavírus fertőzött betegek száma szerencsére valóban csökkent. Tehát a COVID osztályokon, COVID intenzíveken valóban érezhetően csökkent a terhelés. Ugyanakkor az úgynevezett post-COVID tünetektől szenvedő betegek egyre többen és többen jelennek meg a rendszerben. Nagyon sokan közülük egyébként a sürgősségi osztályon, mert csapódnak le, ugye nem feltétlenül tudják még, hogy hova kell menni. Nagyon sokrétűek a panaszaik, lehetnek különböző tüdő, szív problémák, idegrendszeri panaszok, ez így egy ilyen komplex ellátásra is van egyébként szükség ezeknek a betegeknek. Tüdőgyulladás, kardiológus, akár neurológus, pszichiáter együttműködésére. Nyíltak már egyébként ilyen úgynevezett post-covid ambulanciák. Itt is azért nagy területi különbségek vannak, hogy mennyire hozzáférhetők ezek az ellátások. De az biztos, hogy azoknak a betegeknek az ellátása, akik akár enyhe tünetekkel estek át a fertőzésen, kialakulhatnak olyan krónikus, tehát hosszabb ideig tartó panaszok, amikkel szintén nagy terhelést fognak róni az ellátórendszerre, illetve nekik maguknak is azért ez azt jelenteti, hogy még hónapokig szenvednek valamilyen tünettől, panasztól. És hát nekik is valamiféle ellátást kell nyújtania, és hát nyilván amiről már így érintilegesen ejtettünk szót, hogy egy csomó kezelést, műtétet is nyilván elhalasztottak az elmúlt hónapokban. Tehát amiről beszéltünk, hogy itt a csípőműtéttől kezdve, nem tudom, mi mindenről van szó, a szívműtétekig be kell hozni a lemaradást. Tehát, hogy erre van-e valami szervezési ötlet, vagy majd hát, jó, eddig is volt várólista, most egy picit hosszabb lesz. Én bevallom, hogy erről, hogy most az egészségügyi kormányzatnak erre milyen szervezési terve, javaslata van, erről most nem tudok nyilatkozni. Hozzánk nem jött el, ez nem azt jelenti, hogy nincs ilyen. Biztos, én úgy gondolom, hogy ezt nem, tehát nem lehet ad hoc jelleggel ennek neki látni. Ezt biztos, hogy ide is meg kell tervezni, hogy a kapacitásokat hol és hogyan vetik be, és ahogy már mondtam, azt is meg kell tervezni, hogy hogyan engedik el szabadságra az egészségügyi dolgozókat, minden dolgozónak egyrészt alkotmányos joga, hogy szabadságra menjen, másrészt meg azért, ahogy mondtam is, a betegek szempontjából is azért érthető, hogy azért egy pihent orvos, pihent ápoló, szakdolgozó egész más minőségű munkát tud végezni. Hát ez azért kiderült ebben az elmúlt, most nem is tudom mennyiben, másfél évben, hogy a rendszerkritikus áteresztő pontja, vagy hogy kell ezt mondani, az egészségügyi dolgozók. Tehát lehet, hogy amit ezerszer elmondtak, hogy van lélegeztetőgép rogyásig, azért az sem árta van, aki tudja kezelni. Hát, sőt, igazából csak az számít, hogy hány szakember áll a gépek mellett, mert magában a gépek nem gyógyítanak meg senkit, nem mentenek életet. Tehát nem, még a lélegeztetőgépet is folyamatosan figyelni, állítani kell, ez nem egy automata rendszer, ami bekapcsoltam, és ott hagytam fél nap múlva, visszamegyek. És igen, amit már a kezdetektől jeleztek nagyon sokan, hogy a szakdolgozók hiánya az, ami nagyon komoly probléma volt eddig is, és lesz ezután is, mert az elektív műtéteket sem lehet újra indítani, hogyha nincs. Tehát ezek azok, amik nem azonnali műtétek, hanem amelyeknél lehet játszani egy kicsit az idővel. Igen. Tehát ez az, ahol megválasztható a műtét időpontja, nem abszolút sürgősség. De itt is nagyon fontos, hogy legyen műtősnő, műtős asszisztens, anesteziológus asszisztens. Tehát az orvos mellett a szakdolgozók száma is kritikus lehet abból a szempontból, hogy milyen gyorsan, milyen ütemben lehet bepótolni az elmaradt beavatkozásokat. És ők azok, akik talán leginkább megszenvedték ezt a jogviszonyváltást is, hiszen
ők semmilyen plusz juttatást ezért nem kaptak. Még mindig súlyosan alul fizetettek, és bár minden szervezet ezt kommunikálta, hogy igenis szükséges nekik is egy valamilyen fajta bérrendezés, egy előrehozott bérrendezés beiktatni, egyelőre nem történtek ilyen lépések. Tehát sokan félnek attól. Ugye még mindig hatályban van, mint felmondási tilalom, ami megakadályozza, hogy akár azt is, hogy állást váltsanak a rendszeren belül. Hogyha ezt eloldják, akkor derül ki igazából, hogy hányan gondolják úgy, hogy egy más területen dolgoznának. És talán épp ez az oka annak, hogy egyelőre nincs arról szó, hogy ezt a korlátozást fel akarnák hozni, tehát mint hogyha ezzel a felmondási tilalommal, egyfajta kényszerrel próbálnák az embereket a rendszerben tartani, ahelyett, hogy megfelelő pénzügyi, anyagi juttatást tennének oda. Na jó, de meddig lehet ezt a változtatási tilalmat, vagy pályaelhagyási tilalmat fönntartani? Kérdezem öntől, úgyis, mint szakszervezeti vezetőtől, mert persze tudom, hogyha migrációs vészhelyzet is lehet most éppen Magyarországon, akkor jogilag sok minden előfordulhat, de hát nyilván egy idő után nem lesz elég rendőr, hogy összefogdossák a szögdöső ápolónőket. Igen, de azért megkérdőjelezhető, hogy amikor már örvendetesen eljutunk odáig, hogy lehet enyhíteni a korlátozásokat. Aztán még nagyon reménykedünk, hogy ez nem üt majd vissza, hiszen azért a járvány nem ért még véget. És azért nagyon jó, tehát magas már mondjuk az átoltottság is, de azért még mindig ott van a lakosságnak a fele, aki még nem kapott több, mint a fele, aki még egyáltalán nem kapott védőoltást, tehát még nem tudjuk, hogy a járvány hogyan fog alakulni. De azért visszás az egészségügyi dolgok számára az, hogy a teraszok már nyitva vannak, már étterembe is lehet menni. Foci meccset lehet rendezni, de felmondási tilalom van érvényben az egészségügyben. Ez egyébként valami határidővel rendelkezik, vagy azt mondják, hogy majd, ha egyszer leszkedünk, akkor feloldjuk? Ez a veszélyhelyzet idejével van most összefüggésben, tehát ez egy veszélyhelyzeti kormányrendelet tiltja meg a felmondást az egészségügyben. Tehát ameddig a veszélyhelyzetet meghosszabbítják, addig ezt a rendeletet is meghosszabbíthatják. Mi ezzel kapcsolatban a szakszervezetek, vagy az önök szakszervezetének az álláspontja? Ezt kértük már, meg más partnerszervezetünk is kérte, hogy ezt függesszék fel, tehát nem ez a megoldás, nem így kell az egészségügyi dolgozókat a rendszerben tartani. Reméljük, hogy erre azért lesz reakció. Illetve egyéb javaslatokkal is megkerestük az Országos Kórházi Főigazgatóságot. Azért még továbbra is vannak olyan részletszabályok az orvosokat, mind a szakdolgozókat érintően, amik nem lettek kellőképpen tisztázva. Ilyen például az ügyeleti díjak kérdése, ezzel olyan 2 hónappal ezelőtt azért többet is foglalkozott a sajtó, hogy az egészségügyben előfordulhat, nem csak, hogy előfordulhat, hanem elő is fordul az, hogy az ügyeleti időben végzett munkáját kevesebb fizetést kapnak a dolgozók, mint a nappali normál munka időben végzett munkáját. Tehát az azt jelenti, hogy egy ilyen 70-80-90%-os ügyeleti díjazást állapított meg eddig is egyébként az erről szóló törvény, de ezt a legtöbb helyen kipótolták, ez ugyanilyen egy magasabb díjazást kaptak, mert ennyiért nem ügyelt volna senki, mondhatjuk így is. És erre ugyan született ígéret, hogy ez most is a terhelésnek megfelelően rendezésre kerül, de még mindig nagy különbségek vannak, még mindig vannak olyan kórházak, ahol egy teljes 16 órás ügyeletet mondjuk 70%-ban, 70%-os díjjal fizetik ki. Jó, már azt mondja, hogy 16 órás ügyelet, mert ez is önmagában elég meglepően hangzik. Hát ez úgy 16 óra, hogy ledolgozza a 8 órás rendes munkaidőt, utána 16 órát ügyel, és jó esetben másnap reggel akkor haza tud menni, tehát összesen 24 órát töltött bent egy hétköznap. Azért nem szeretnék a 23. órában, mondjuk az első eset, de a 23. aztán végképp nem szeretnék páciens lenni. És akkor hozzá kell tennem, hogy olyan esetekről is tudunk, hogy a 24 órás ügyelet után ment, még mondjuk egy zombati ügyelet után vasárnap oltópontra a kolléga, és akkor aztán hétfőn pedig felvette a munkát. Tehát igen, vannak még ilyen problémák a rendszerben. És ugye az elvileg ez a törvény azért is született, hogy
pihentebbek legyenek az egészségügyi dolgozók, hát ez most még az elmúlt időszakban nem tudott megvalósulni. Nyilván itt azért a járvány. Járvány, persze. Jó, ez egy ilyen kettős dolog, mert azért szerintem azt is fel kell írnunk a jegyzőkönyvvel, hogy az orvosok jelentős részének azért érezhetően nőtt a fizetése. Nyilván ez nem vonatkozik arra a néhány különleges helyzetre, meg pozícióval lévő emberre, aki elég komoly hálapénzeket szedett be, de hogy egy átlag orvosnak nőtt, és érezhetően nőtt a jövedelme, az azért azt hiszem biztos. Igen, na merül is még ez a márciusi felmérésünkben, akkor a válaszadók 50%-a mondta azt, hogy jelentősen nő a jövedelme, 25% az, hogy kismértékben, volt egy 7% nem változna a jövedelme, és egy olyan 6,5%-ban kismértékben csökkenne, illetve egy ilyen 5%-nak meg jelentősen csökkenne a jövedelme. Itt az, hogy pontosan miből fakad ez a csökkenés, erre nem kérdeztünk rá, de az ugye jelezte sok szakma, különösen az ilyen hiány szakmák, traumatológia, intenzív terápia, sürgősségi ellátás. Ott ugye az első időszakban azért volt egy nagy felzúdulás, amikor megjelentek ezek a 70-80-90%-os ügyeleti díjak, és eleinte úgy tűnt, hogy nincs mellette kompenzálás, hogy gyakorlatilag még csökkenhet is a jövedelme annak, aki eddig nagyon sokat ügyelt ennél jóval magasabb díjazásért. Hiába emelkedett az alapóra bére, hogyha közben az ügyeleti díj pedig csökken. Ez valamennyire azért kompenzálódott, tehát kaptak plusz juttatást a kollégák, de ez sem egységes országosan. Tehát ez is függött attól, hogy az adott helyen, az adott kollektíva mennyire tudott összefogni, mennyire álltak ki, mennyire tudtak tárgyalni a helyi vezetővel. És úgy gondoljuk, hogy azért ilyen legalább szakmák közötti azért nagy, országosan nagy különbségek azok ne legyenek, nem lehetnek. Tehát, hogy ezért az erre kell egy központi szabályozás, és ahhoz forrást kell rendelni. Tehát ne függjön attól, hogy az adott kórháznak olyan-e a szakma profilja, hogy ki tudja gazdálkodni a pluszbért más kórház, ahol egyébként lehet, hogy sokkal súlyosabb betegeket látnak el, ami ugye sokkal nagyobb kiadás. Lehet, hogy ott meg nem tudják ki gazdálkodni. Tehát itt azért van egy finanszírozási probléma is, amit meg kell oldani az egészségügyi rendszerben. Köszönöm szépen dr. Dóth Judit Máriának, a Magyar Orvosok Szakszervezete alelnökének. Viszonthallásra! Köszönöm én is, viszonthallásra!